ez a régi új reneszánsz étel ez a laska. Tessék, macsos, sósan, édesen lehet fogyasztani. Igazi palóc krumpli laskát kóstolhattak a vásárlók szeptember 19-én pénteken a Salgótarjáni piacon. Legtöbben fahéjas szilvalekvárt választottak hozzá. Fahéjas szilva és fahéjas baracklekvárral tudjuk kínálni. Melyik kellhatható? Szilvával? Nagyon jó választás. Én is ezt szeretem, az igazság. Picit fanyarabb az íze, megmondom őszintén, mint a baracklekvár, ezt is savanykása. A laska mellé különleges vendégváró falatkákat is kínáltak. A Csarnok és Piac Igazgatóság a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolával együttműködve hagyományteremtő szándékkal krumpli reggelt szervezett. Meglepetést szeretnénk okozni a vásárlóinknak, hogy minél sűrűbben jöjjenek ki a piacra, és itt vásárolják meg a szükséges alapanyagokat, a hétvégi bevásárlást itt végezzék el. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szezonális termékeket mutassuk be. Most krumpli reggel van, ami annyit jelent, hogy fűszeres vajban forgatott krumpli falatkákat, és a Palócföldön híres laskát kínáljuk a vásárlóinknak. Az elkészített finomságok mellé a recepteket is megkapták a látogatók. A piacigazgatóság a következő hetekben szőlő és tökreggelt is hirdet majd.